Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Szűz 2024. Megnézzük mind a 12 asztrológiai házat. Egy picikét kések ezekkel a videókkal. Hát időhiány, ez az igazság. Az előbb kérdezték tőlem, írt valaki nekem, hogy mit nézem, a napjegyet vagy az aszcendest. A napjegyet, az aszcendest és a holdjegyünket is érdemes megnézni. Mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes három videót nézni. Kiegészítik egymást. Lehet, hogy valakinek a napjegye éppen erősebb. Lehet valakinek a holdjegye erősebb, főleg aki éjszaka született. Na nézzük. Egyes ház. Az évkereke mit mond nekünk? Egyes ház én vagyok. A hangulatom. A külső, a belső, milyennek lát a külvilág. Na nézzük. Nézzük. Jaj, de csodálatos a csillag. Az egyik kedvenc kártyám. Az egyik kedvenc kártyám a csillag. Egyszerűen a remény. A remény az itt lesz a kezemben, a lelkemben, a szívemben. Új remény születhet. Újra fogok akarni élni, azt üzeni ez a kártya. Újra reménykedni fogok akarni. Újra fogom tudni, hogy olyan, hogy lehetetlen nem létezik, hogy minden lehetséges, hogy el tudom érni az álmomat, a vágyomat, azt, ami eddig lehetetlennek tűnt. Csodálatos ez a kártya. Megszületik a csillag, lehet, hogy valaki ilyen sztár lesz, lehet, hogy valaki híres lesz. Ez is benne van a pakliban, az egyik kedvenc kártyám. Egyszerűen itt el akarom írni az álmokat, a célokat, a vágyakat. Kész, sikerülni fog. Tehát itt eldöntöttem, hogy nekem ez sikerülni fog. És fogom tudni az utat, hogy merre kell menni. Miért is? Mert ez a bizonyos csillag megmutatja nekem az utat, az irányt, hogy na erre kell haladni. Ez olyan, mint a hajóknak ez a bizonyos, jaj, hirtelen akartam mondani, na, nem tudom, ez a lámpás mutatja az irányt, hogy erre kell haladni. Itt a part. Megyünk tovább. Kettes szektor. A pénz. A pénz. Na most itt a karmikus csomó, a déli karmikus csomó egész évben ezt a szektort érinti. Karmikus csomó maga a karma. Tehát, hogy valakinek ez pozitívumot hoz, valakinek negatívumot, az már egyéni. Azt szoktam mondani, ahány élet, annyi forgatókönyv. Nos, a holdfogyatkozás a március 25-én érinti ezt a szektort. Na nézzük! Kettes szektor, pénz, és mit kapunk? Pénzt. De milyen különleges ez a kártya azért, hogy szokták mondani? Az érmének két oldala van? Hát ez a kártya is ilyen. Ez a hatos érmék. Kaphatunk pénzt is, de adhatunk pénzt is. Tehát ez ilyen 50-50. De egyébként én itt pozitív energiát érzek, hogy jönni fog hozzánk a pénz, jönni fog hozzánk valami értékes. Lehet ez egy munkahely, ahol több pénzt fogunk keresni. Lehet, hogy valakinek a támogatását fogjuk érezni, élvezni. Lehet, hogy a párunk minket szponzorál, vagy a szüleink. Na, megyünk tovább. Hármas szektor. Az utazás ide tartozik, a tanulás ide tartozik, a kommunikáció ide tartozik, és kardokat kaptunk. A kardok maga a kommunikáció. A kommunikáció. Fájdalmas szúrós kártyát kaptunk, ez 9-es kardok, az álmatlan éjszakák kártyája. Amikor valami vagy valaki egyszerűen nem hagy minket békén, nem tudunk elaludni, mert folyamatosan a gondolatunk ezen kattog, ezen jár az eszünk, vagy valaki annyira megbánt, megsért minket. Mert ez a szektor
Tehát a közvetlen környezetünk, a szomszédok, a munkatársak, a testvérek ide tartoznak. Lehet, hogy összeveszünk velük. Ez is benne van a pakliban. Viszont azt mondjuk, hogy nekünk ebből elegünk van. Vagy ebből, vagy valakiből, de itt valamiből, vagy valakiből nagyon elegünk van. Lehet látni a kártyán. Nagyon szeretem ezt a kártyát ebben a kártyapakliban. Nagyon szeretem, mert azt mutatja, hogy itt a hölgy azt mondja, hogy na, elegem van ezekből a denevérekből, kész, elegem van. Tehát itt már véget akarok venni valaminek, vagy valakinek. Tehát valami, ami szúrós, ami fájdalmas, ami toxikus. Lehet, hogy elegünk van a tanulásból. Ugye a kardok, ez maga az ész, a tanulás ehhez a kártyához hozzá tartozik. A kommunikáció valakivel, már nem akarunk többet kommunikálni, elegünk van, na elég volt belőle. Megyünk tovább. Négyes szektor, az otthonunk, a családunk, az otthonunk, tehát a lakás, a ház ide tartozik, az édesanyánk ide tartozik például. Hatos, kelyhek, vízenergiát kaptunk. Magába ez a kártya pozitív, mindig valamilyen ajándékot mutat, valamilyen kellemes dolgot mutat, valamilyen kellemes meglepetést mutat. Viszont ebben a kártya pakliban egy picikét más, közelebb hozom a kártyát. Itt lehet látni, hogy itt van egy boldog pár, viszont ez a hölgy nem nagyon örül ennek a boldogságnak. Lehet, hogy ugye ez a szektor a családot képviseli, bővülhet itt a családunk. Lehet, hogy bemutatjuk a párunkat, az új párunkat a családtagoknak, de a családtagok nem fognak örülni. Ilyen is lehet. A nosztalgia, a múlt hozzátartozik ehhez a kártyához. Lehet, hogy a családunk úgy dönt, hogy eladja a régi családi otthonát, otthonunkat, és nekünk ez nem fog tetszeni. Tehát valami van itt. Tehát ennek a kártyának, ebben a kártyapakliban van egy ilyen kis keserves íze. Jó? Tehát ugye ez általános kirakás, itt 50-50 százalék, hogy kinek ez pozitívum, kinek ez negatívumot mutat. Harangoznak. 12 óra. Ez jel. Ez egy jel. Húzunk csak még egyet, amíg harangoznak. Lehet, hogy segít valakinek ez az információ. Igen, 9-es botok, meg kell védeni magunkat. Megvédeni magunkat, az álláspontunkat, a családunkat, a vagyonunkat, valamit meg kell védeni. Tehát ez egy harc. Harc. Sikerülni fog, de nehézkes dolgunk lesz. Nehéz lesz harcolni, a problémák egyszerűen ránk zúdulhatnak. Lehet ez egy konkurencia, lehet ez egy ellenség. Tehát meg kell lesz védeni magunkat, és azt, ami a miénk. Itt a kártyán lehet látni, hogy a férfi meg akarja védeni azt, ami az övé, tehát itt van a madár ijesztő, ugye? A madarakat el akarja ijeszteni. Tehát meg akarja védeni azt, ami az övé. Lehet, hogy a szerelmünket meg kell ezt védeni, azt mondani a családtagoknak, ha tetszik, ha nem tetszik, már pedig együtt leszünk. Vagy az otthonunkat. Mi lehet itt még? Kerítés építés például, ugye az is védelem, vagy egy szép, vagy hirtelen akartam mondani, biztonsági kamerák, ugye ezek is mind-mind védelmet mutatnak nekünk. Nos, megyünk tovább. Ötös szektor, az most nagyon fontos, mert a Plutó január 22-ig az ötös szektort érinti, és még vissza fog térni a Plutó szeptember 2-ától, ugye ott vannak a születésnapok, szeptember 2-ától november 20-áig,
még visszatér az ötös szektorba, az ötös házba. Az ötös szektor, az ötös ház minden, ami boldoggá tesz minket. Az utazás, a nyaralás, a szerelem, a gyermekek, a lottó nyeremény, a hobbi. Uh-huh. Tehát ezen a területen, és a Plutó az viszont a legnagyobb erő, a leghatalmasabb erő. A Plutó az maga a hatalom, az élet és a halál. Valakit egészen a csillagokhoz tudja emelni, mint itt a hölgy a csillagokhoz emeli ugye a kezét, elérem a csillagot, hát valakit meg le tud húzni a mélybe. Mit kaptunk itt? Hetes, kelyhek, a boldogság, lehetőségek. Ebben a kártyapakliban viszont ez a kártya határozottan pozitív. Pozitív, és a Plutónak a jelét megkapjuk. Itt a pillangó ez az újjászületés, ez az átalakulás, olyan, mint a Plutó. A Plutó az maga az átalakulás, a transformáció. Uh-huh. A főnix madár. Egyszerűen pillanat, muszáj innom. Már ez a hatodik kirakás. Nos, szóval jönnek itt a lehetőségek. Jönnek itt a lehetőségek. A gyermek, ugye itt van, és ez a szektor, a gyermekek szektora. Igen, megajándékozhat-e minket az univerzum egy gyermekkel, egy unokával, unoka húgocskával, de itt a lényeg, hogy nagyon-nagyon boldogok leszünk. Ilyen gyermeki boldogság az itt van, az várható. Csodálatos. Jönnek a lehetőségek. Utazni, nyaralni, szerelem, boldogság, minden csodálatos itt. Hatos szektor. Na most a Plutó viszont január 22-én belép a hatos szektorba. Egészen szeptember 2-ig. Utána november 20-ától egészen 2044-ig ezt a hatos szektort fogja képviselni. Ez viszont egy nehezebb szektor, ez viszont maga a munka, az egészség, a betegség, a kötelesség. Na nézzük ezt a hatos szektort. És ráadásul itt lesz egy sztélium. Sztélium, amikor több mint 4 bolygó gyűlik össze egy jegyben. Hatos, ez februárban lesz, február. Tehát itt a Vénusz, a Mars, a Plutó és a Merkur. Tehát tőlük februárban lehet várni valamilyen meglepetést, valamilyen ajándékot. Egy klassz munkahelyet például kapunk, vagy egy gyógyulást kapunk. Ó, milyen komoly kártyát húztunk, a főpap, nagyon jó a főpap. Ez az egyik védőkártya, tehát a fenti erők védelmezni fognak minket, ez nagyon jó. A gyógyulás ide tartozik, bizony, ha netán betegségről lesz szó, meggyógyulunk. Ez maga a gyógyító, ez maga a bölcsesség. Milyen munkát kaphatunk? Tehát, hát egyrészt plutói munkahelyünk lehet például. Erről beszéltem külön a Plutó videókban, több Plutó videón van, érdemes meghallgatni. Például ugye a Plutó maga az élet és a halál. Például ott, ahol gyermekek születnek. Lehet ez szülészet. Vagy a temetkezési vállalat, ugye? Az is a Plutónak a szektora. Jó? A Plutó a hatalom, például a politika, a bank, az is Plutó. Tehát akár ilyen munkahelyet kaphatunk. Vagy egy ilyen helytől, úgymond, megkapjuk azt a fenti áldást, mert ez a kártya egy áldást mutat. Egy hivatal engedélyt ad valamire, valamit elkezdeni, egy saját vállalkozásba belevágni. Ugye ahhoz is kellenek valamilyen papírok. Tehát van itt áldás. Nagyon jó kis kártyát kaptunk. Erős kártya, nagy árkánum. Tetszik nekem. Megyünk tovább.
hetes szektor, a Neptunusz és a Szaturnusz most a hetes szektort képviselik, ráadásul holdfogyatkozás szeptember 18-án fogja érinteni ezt a szektort. Nos, a Neptunuszról nincsen videó, egy videómban említettem a Neptunuszt, tehát a Neptunusz azért maga a homály, a Neptunusz maga a misztikus dolog, jó? Tehát itt kaphatunk olyan partnert, akinek nem fogjuk látni az igazi arcát, vagy nem akarjuk látni az igazi arcát, ezt a rózsaszín szemüveget felvesszük, és jó, ez így nekem, tökéletes ez így nekem, mert annyira szerelmes vagyok. Ugye? Viszont a Szaturnusz, ugye, ő is a hetes szektort itt képviseli, a Szaturnuszról van külön videóm, a hetes szektor, a Szaturnusz viszont maga a, hogy is mondjam, hát ad nehézségeket, nem szoktuk szeretni a Szaturnuszt. A Szaturnusz kőkemény, tehát ő adhat nehézségeket, ilyen nehéz partneri kapcsolatokat adhat. Meg tudja nehezíteni kőkeményen a Szaturnusz az életünket. Na nézzünk, mi van itt? Valamilyen kezdés. Hercegnő, ez kezdés. Ez valamilyen kezdés, egy új partneri kapcsolat, lehet ez házastárs, ugye a hetes szektor partnerek. A házastárs ide tartozik, a szerelmi partner, az üzleti partner, bárki, akivel valamilyen partneri viszonyban vagyunk. Én vagyok, és az ügyvéd, például valamilyen dolgon együtt dolgozunk. De az ellenség is ide tartozik, jó? És a Neptunusz titok. Habár ez a hetes szektor olyan ellenséget szokott mutatni, akit ismerünk, aki nem titkos, de a Neptunusz maga a titok, adhat titkos ellenséget. Jó, úgyhogy óvatosan. Nos, valamilyen kezdés, és ugye érmék értékek. Valamilyen értékes együttműködés lehetséges. Főleg ugye az egyes szektor és a hetes szektor össze vannak kapcsolva, itt vagyok én, itt vannak a partnerek. Viszont a Szaturnusz nagyon komoly. Uh-huh. És ugye itt komoly dologról van szó, lehet látni a kártyán is, hogy a hercegnő számol, összead, kivon, összeír valamilyen dolgokat, tehát a precizitás az itt van. Megyünk tovább. A nyolcas szektor, na most itt a nyolcas szektor, a holdfogyatkozás. Azt mondtam, a napfogyatkozás, hoppá, a napfogyatkozás, ne felejtsem el, április 8-án a nyolcas szektort fogja érinteni, és amiről beszéltem a fél éves videókban, Chiron és a karmikus csomó páros, február, március, áprilisban, a nyolcas szektort fogják érinteni, tehát tőlük várunk valamilyen meglepetést, valamilyen ajándékot. Nyolcas szektor, ez nagy pénz. Nagy pénz. Ami nem a miénk, mégis a rendelkezésünkre áll. A párunknak a pénze, a banknak a pénze, örökség lehet itt, lottónyeremény lehet itt. A gyógyítás, az is itt lehet, mert a Chiron maga a gyógyító. A gyógyító, így van. És valamiből kettőt kaphatunk, mert a Chiron félig, a ló félig ember, kettő darab örökséget? Na nézzük. Akár. Na, mi van itt? Hármas, ó, lesz mit megünnepelni. Jaj, de jó, csodálatos. Lesz mit megünnepelni. Hármas, kejhek, ünnep, a boldogság, lehet pezsgőt bontani. Csodálatos. Jó, valamilyen örömhír, valami várható, valamilyen siker, valami várható. Az élet és a halál, tehát a fogantatás is ide tartozik. Tehát valamilyen csoda várható. Chiron, kettősség, fogantatás, ikrek. Plusz információval lehet, hogy ikrek születnek. Megyünk tovább. A kilences szektor,
A Jupiter érinti a 9-es szektort egészen május 26-áig. Nagyon jó. Ráadásul a Jupiternek a háza a 9-es, a Jupiternek a szektora. Csodálatos. Na, beszéljünk csak erről. Tehát május 26-áig a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója. A Jupiter olyan, mint egy télapó, jön és osztogatja az ajándékokat. Ráadásul lesz egy csodálatos párosunk, Jupiter-Uranusz, erről is beszéltem a féléves videókban. Tehát április 18-19-20-án, áprilisban várjuk a meglepetéseket ezektől a bolygóktól. Még egy ráadás, amiről nem beszéltem, nem is tudom miért, Jupiter-Vénusz. Május 23-án egy csodálatos párost fognak alkotni, együttállás lesz. Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a Vénusz a kis szerencsének a bolygója, a Jupiter a bőség, a Vénusz a pénz, a szerelem, a szépség, várjuk az ajándékokat, és legyen még egy ráadás májusban, még egy stílium, tehát itt május 15 és 20-a között plusz-minusz 5 nap, Vénusz nap, Uránusz, Jupiter és Merkur. Tehát itt egy jegyben összegyűlnek, tehát a bikában, tehát ez a 9-es szektort fogja érinteni. Na most mi a 9-es szektor? A Jupiternek a szektora, csodálatos, a bőség, a jövőképünk, a külföld, a tanulás, a felsőfokú oktatás, a jogi ügyek ide tartoznak, a hit, a vallás, kívánhatunk kívánságot. Nagyon erős ez, mert nagyon sok energia összegyűl. Hát ez itt egy monster energia azért. Na nézzük, nézzük. 8-as, csodálatos, imádom ezt a kártyát. Tűz energia, gyorsaság. Gyorsan jöhet a siker, gyorsan jöhet a szerencse, gyorsan jöhet az ajándék, az üzenet, az utazás, valamilyen gyorsaság várható ezen a területen. És igen, az utazás ide tartozik, a hírek ide tartoznak ehhez a kártyához. És szeretnék mondani még egy fantasztikus dolgot, ami megint csak nagyon ritka, egész nyáron és november második felétől egész decemberbe Jupiter-Plutó csodálatos párost fognak alkotni. A Jupiter itt május 26-ától már a 10-es szektort fogja érinteni. Most fogunk beszélni a 10-es szektorról. Nagyon jó, a legmagasabb szektor, a karrier, a státusz, és a Plutó a 6-os szektort fogja érinteni. Az viszont a munka. Várjuk a meglepetéseket. A Jupiter mindent szélesít, bőség, a Plutó viszont maga a hatalom. Itt az egekbe emelkedhetünk. Így van, 10-es szektor, tessék. Az egyik legcsodálatosabb kártya a mértékletesség, de csodálatos. De csodálatos, meg lehet nyugodni, hátra lehet dőlni. Minden rendben lesz. A harmónia, a béke. Egyszerűen jókor, jó időben leszünk. Egyszerűen ez az a kártya, amikor az univerzum tényleg beleavatkozik az életünkbe, és egy olyan dolgot művel, hogy egyszerűen el se tudjuk hinni. Ez maga a mennyország kapuja. Ez egy nagy csoda. Megyünk tovább. 11-es szektor, ez az a szektor, amikor megkapjuk az eredményt a munkánkért, az őrangyalunknak a szektora, a gyermekek szektora, viszont itt nem a saját gyermekeinkről van szó, idegen gyerekekről van szó. Lehet, hogy megismerkedünk, összejövünk valakivel, neki meg lesz gyermeke, vagy ugye a csoportok ide tartoznak. Lehet, hogy valaki elkezd dolgozni gyermekekkel, óvodában például. A 11-es szektor maga a csoportok, maga a barátok, a 11-es szektor maga az internet. Na nézzük, na az internet kártyáját kihúztuk, kardok, ez maga a levegőenergia, tehát ez maga az internet. És a gyorsaság. Gyorsaság. Na most kihúztuk ezt a kártyát, mind pozitívum, mind negatívum, ez itt 50-50, jó? Mert túl okozni veszekedést, hát egy inkább háborús helyzetet tud okozni ez a lovag, ez a kardok lovagja. Így van. Lehet, hogy összeveszünk egy csoporttal,
az interneten összeveszünk valakivel. Gyors kártya, vigyázzat, hogy nehogy lopás legyen, ugye? Virtuális világ és lopás, kapcsoljuk össze. Ilyen is lehet. Tehát itt vagy pozitívum, vagy negatívum. Ez már itt egyéni dolog. Óvatosan. Óvatosan kardok, minden, amit írunk, amit mondunk, ide tartozik. Főleg, ugye, hogy lesznek retrográd bolygók is. A Vénusz nem lesz retrográd egész évben. Ez csodálatos, ez egy nagyon jó jel, nagyon jó hír. Januárban, februárban, márciusban nem lesznek retrográd, az ilyen személyes bolygóink. A személyes bolygónk a Merkur, a Vénusz és a Mars. Ez nagyon jó. Viszont Merkur retrográd. Április 2-ától április 25-ig, augusztus 5-től 28-ig, november 23-ától december 15-ig, Mars retrográd december 7-től 2025. február 25-ig. Vigyázzat az autó, az utakon, mert ez a lovag maga az utazás, maga az autó, jó? A baleset azért oda tartozik ezekhez a retrográd időszakhoz. Nem írunk alá semmit, ugye a kard ez maga az írás. Nem vágunk bele új dolgokba, nem veszünk semmilyen fontos, nagy értékes dolgokat, nem megyünk a sebészhez. A műtéteket érdemes elhalasztani, természetesen, ha lehet. Egy picike kis videóm van a retrográd Merkurról, tehát ezekre a dátumokra érdemes odafigyelni. Miért? Mert ha itt valamit elkezdünk, akkor biztos, hogy a végére olyanok leszünk, mint a kifacsart citrom, biztos, hogy sokkal nehezebb lesz, biztosan, hogy több problémánk lesz, vagy az egészet át kell lesz alakítani. Nos, 12-es szektor, misztikus szektor. Ó, a távoli földek ide tartoznak, az emigrálás ide tartozik, a titok ide tartozik, a félelmeink ide tartoznak, az ilyen elszigetelt hely ide tartozik, mint a sziget. Nyaralhatunk egy szigeten, de a kórház is ide tartozik. Például a börtön is ide tartozik. Jó, tehát itt, ha ott dolgozunk, akkor az jó, mert onnan jön a pénz. Ilyen misztikus ez a szektor. Hát kihúztuk a nagy arkánumot, a halált. Tehát itt van maga a titok. A titok. Valamilyen drasztikus változás azért lehet. Hogy ez pozitív vagy negatív valakinek, ez megint csak egyéni dolog. Nekem a kedvenc kártyám, a másik kedvenc kártyám a csillag. Tehát itt vannak a kedvenc kártyáim. Itt vannak. A halál mindig valamilyen nagy változást mutat. Valami véget ér, és valami új elkezdődik. Lehet, hogy megtudunk egy titkot, tehát véget ér ez a titokzatosság. Lehet, hogy végre megkapjuk azokat a bizonyos dokumentumokat, és emigrálhatunk. Végre. Ugye az is egy nagy-nagy-nagy változás. Az öngyógyítás is ide tartozik ehhez a szektorhoz, és ez a kártya is van. Plutónak a kártyája, Plutó energia van itt. Nagy változás. Az örökség is ide tartozik. Nagy változás. Ugye az örökség azért megváltoztatja az ember életét. Az öngyógyítás itt elindulhat. Megyünk tovább. Az aranytarot. Egy kis plusz információ. Na, mi van itt? A mértékletesség. Jaj, de jó, hát van ilyen kártyánk. Itt van a 10-es szektorban. A legmagasabb szektorban kihúztuk ezt a 10-est. A mértékletesség. Hátra lehet dőlni, meg lehet nyugodni. Minden rendeződni fog. Csodálatos lesz az életünk, igen, és csodálatos, váratlan események lehetnek itt. És ezt is érdemes egyébként tenni, egy picikét megnyugodni, egy picikét egyensúlyba hozni az életünket,
Fontos itt a béke, a harmónia és az egyensúly. Az egyensúlytartás a munka és a pihenés között például. A bevétel és a kiadásokat érdemes egyensúlyba hozni, ugye? Tehát azért itt vannak olyan kártyák, ugye itt például, hogy kaphatunk is pénzt, adhatunk is pénzt. De egyébként az egyik védőkártya. Kétszer kijött nekünk. Ez egy nagyon nagy jel. Egy kártya, ha kétszer jön ki, akkor magára akarja vonni a figyelmet, hogy figyelj rám, ez egy hatalmas jel. Jókor, jó helyen, jó időben lehetünk. Tehát az univerzum keze beleavatkozik a sorsunkba. Picikét megkeveri a kártyákat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!